Sziasztok! Újra találkozunk itt a Spanyol Falatok csatornán. Én Ángel vagyok, a Tészakácsot, és ma nagyon meleg van, és hoztam valami finom, frissítő, különleges mediterrán és arab ételt, a humuszt. Mi mindig pár mondat a témáról. Mi a humusz? Ez egy csicseri borsó krém. A humusz arabul csicseri borsót jelent. Minden mediterrán országban ismert, természetesen az arab országokban is. Általában egy csicseri borsó krém szeszámpasztával ízesítve és különböző fűszerekkel. Ezek a fűszerek változhatnak az országok szerint. Ma nagyon egészséges, vegetariánus recept a hummus. Nézzük gyorsan a hozzávalókat, jó? Természetesen a csicseri borsó, jó? Ez fél kiló. A tahin vagy szeszámpaszta, ami arab boltokban is lehet kapni, vagy lehet, hogy nagy áruház van, de általában arab boltokban mindig van, mert ez egy nagyon kiterjedett termék az arab világban, és mindenhol van az. Minden arab boltban lehet találni. Fél citromot, vagy egy citrom, ez attól függ, hogy milyen nagy. Egy gerez fohányma, ez bőven elég, itt 2-3 van, de nagyon picikek voltak, szóval úgy kell számolnunk, hogy egy normál gerez fohányma, ez bőven elég. Örölt kömény, paprika, só, olívaolaj, és fogunk csinálni valami a végén, amikor szolgáljunk, amikor találjuk az ételt, fogunk csinálni valami, ami nagyon jó. Ez egy igazi arab kenyér, fogunk megkenni olívaolajjal és rozmaringgal. Ez opcionális dolog, ha valaki pita kenyérrel szeretne enni, akkor ez nagyon jó. A vegetariánusok általában sárga ripával esznek, vagy valamit, szóval bármiféle variáció az jó, de ez nekem szimpatikus, és fogom mutatni a végén, jó? Nézzük az előkészítést, akkor először nap beáztatjuk a csicseri borsót, és a hűtőbe tesszük. Miért tesszük a hűtőbe? Mert ha meleg van és kint marad, lehet, hogy gyerjed egy kicsit ez a víz. Szóval így, ha a hűtőben van, akkor biztosítjuk, hogy nem lesz semmiféle erjedést, ami nem kívánatos, jó? És átmosjuk, és mindjárt egy kóktával fogunk főzni, jó? Mennyi idő kell fogunk főzni a csicseri borsót? Nehéz megmondani. Attól függ, hogy milyen öreg a csicseri borsó, hogy hol termed, hogy milyen nagy. Mi fogunk főzni körülbelül 40 percig kóktával, és utána megnézzük. Ha puha, akkor jó. De nehéz mondani, mert hát minden irodalomban ott van, hogy sót kell tenni, vagy szódabikarbóna, vagy ilyesmi. Nem. Nem kell semmi szódabikarbóna, mert néha az olyan erős ez az íz, hogy nem jó. A sót, amit csinálja az, hogy megakadályozza, hogy rendesen puhuljon a csicseri borsó, szóval el kell elfelejteni. Egyszerűen, ha nagyon régi a csicseri borsó, akkor több idő kell, attól függ, hogy milyen országból jött, vagy milyen föld volt termelve, akkor olyan ásványok és minden vannak, amit úgy csinálják, hogy több idő kell, vagy kevesebb, vagy ilyesmi. Szóval meg kell próbálni, ha 40 perc után az puha, akkor jó, hanem még adjuk egy kis több időt, addig puha. Na nézzük, amikor már forró a víz, akkor keletkezik ilyen habot. Ilyen hab, amit fogunk szedni, jó? Vagy kiszedni. Ez normál dolog, a csicseri borsó csinálja, szóval nincs semmi probléma ezzel. Amikor indul a gőzkeletkezés, akkor már számoljuk ezt a 40 percet, jó? Kis lángon csináljunk,
hogy ne törjön össze a csicseri borsó. Eltelt a 40 percet, nézzük, milyenek a csicseri borsók. Puha, mint a baj. Nagyon jó. Tökéletes már. Leszűrtünk a csicseri borsót, és most turmix géppen turmixoljuk a csicseri borsót. Hozzáadjuk a gerezfahagymát, citromot, köményt, olívaolajat, és fűszerezzük az egészet. Kétszer fog csinálni, mert ez kicsi a pohár, és két részletben csinálom, mert nem fér vele az egészet, mert kicsi a pohár. És akkor vízhez is kell hozzá, hogy ne égessen a motorját, jó? Mert nagyon sűrű krém lesz, és valószínűleg, ha nem teszünk vízet és minden, akkor lehet, hogy a gép sajnos nem bírja, és akkor fog égetni a motorját. Szóval nagyon kell vigyázni. Akkor fontos tenni vizet, jó? Kömény, gerezfahagyma, citromot. Most jön a tehén, de nagyon sűrű, és nagyon jól kell keverni, jó? Mert mindig az alján marad a szeszám. Mondjuk, hogy 4 kávéskanál, ez bőven elég. Utána megkóstoljuk természetesen sót. Olívaolaj. És turmixoljuk. Szerintem még egy picit szeszam, ezt a tahin kell, szóval ízlés szerint kell csinálni. No, és most jön, ami mondtam először, hogy fogunk csinálni ilyen arab kenyeret vagy valami, de nagyon szimpatikus lesz, mert olívaolajjal fogunk kenni a kenyeret, jó. Ilyen bő olívaolaj van. Mert ez a kenyér az mindig kicsit száraz. És rozmaringgal, friss rozmaringgal fogunk főszerezni kicsit. Vagy bármi más, ami szimpatikus nektek, jó. És a sütőbe megy 3-4-5 perc. Jó, 180 fokon. Hogy legyen egy kicsit ropogos. No, készítjük egy adagot, jó. Itt tettük a krémet, a csicseri borsó krémet. Ha többet turmixolunk, akkor finomabb lesz a krém. De szerintem az is érdekes, hogy lehet érezni kicsit a csicseri borsó. Egy kis tahinit tízzük. Egy kis kömény. Egy kis paprika. Egy kis olívaolaj. És megvan az adag. Várjuk a kenyeret. No, érkezett ezt a rettenetes pillanat, amikor kóstolni kell, azt mindig mondom, amit ma csináltunk, de szerintem nagyon finom. Egy óra volt a hűtőben, ezt csinálják, hogy egy kicsit mondjuk, hogy sűrűsödik a krém, és kóstoljunk meg. A kenyér ez olyan ropogós, finom. Mmm.
isteni finom. Olívaolaj fesztivál. Ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon finom. Készíteni kell. Nagyon egészséges. Mindenki tudja, mediterrán diéta, mindig csicseri borsó, mindig az kell, legalább egyszer hétente. Ez nagyon jó lesz. No, jövő héten újra találkozunk, remélem, hogy lesz valami, ami fantasztikus, ami jó. Szerintem ez lesz, mert mindig ez van. Akkor jövő héten újra találkozunk, jó? Sziasztok!